Sziasztok! Ez itt a Kutyinfo Podcast új része. Én Láng Dávid vagyok, és Ferenc Norberttel fogok beszélgetni, aki Budapest 19. kerületében, vagyis Kispesten indul listavezető képviselőjelöltként a önkormányzati választáson kutyapártosként. Szia, Norbi! Üdvözlök mindenkit! Kezdjük azzal, hogy a 2022-es országgyűlési választáson te még a Dabas, Dunaharaszti, Trászkevét és jó pár másik települést magában foglaló Pest 11-es körzetben indultál. Hogy lett ebből mostanra Kispest? Hát ez nálunk úgy van, hogy nekem a családom az két irányból származik. Egy apai ágon az említett választókerület részéről, tehát ez a Dunaharaszti, meg Taksony, meg környező nagyon szép települések. Édesanyám meg Kispestről származik, és ott nőtt fel, és ott élt 22 éves koráig, amikor összeköltöztek apámmal, és akkor telepedtek le Dunaharasztin. És akkor én már ott születtem, de én kiskorom óta rengeteget járok Kispestre mindig, mert ugye a nagyapám ott élt. Kiskoromban rendszeres volt, hogy anyám még kitalálták, hogy ők most egy hétre elmennek valahova, és akkor leadtak minket oda nagyszülőnek, nagynénémnek, ilyenek. Tehát én rohadt sokat voltam Kispesten már kiskoromtól, tehát ilyen két hely között járkálva folyamatosan, ilyen szépen. És mit szerez benne, miért volt jó neked ott élni? Nem tudom, én szerettem Kispestet mindig, de ugye ahol a nagyapám élt, az ott a Simonyi Zsigmond utca környék, ott van a Skála, meg a Kossuth tér, meg ezek a fantasztikus helyek. Nem tudom, hát ha az ember sokat jár egy helyen, akkor megszereti egy idő után. Tehát ez általában ez így szokott működni, meg mai napig rendszeresen vagyok ott Kispesten mindig, amikor tehetem, rengeteg mindent ott intézek, járok meccsre, ezerrel nagyon keményen, a Buzsi stadionban, amikor éppen, hát arról inkább nem beszéljünk, hogy az mekkora sikereket évez mostanában. Úgyhogy igen, hát én ismerem a dolgokat, szeretek arra járni, rengeteget voltam ott, vagyok ott most is, meg leszek is még, meg minden csodálatos. És hogyan indult a kapcsolatod a kutyapárttal? Milyen akciókban vettél részt eddig, és egyáltalán hogyan találkoztál először velük? 2021-ben voltam Budán ételt osztani a második kerületben, ahová engem meghívtak ilyen közös ismertségen keresztül. Aztán 21 nyarán, amikor volt a kínai egyetemes, ez most aktuális, mert azért késtem el majdnem, mert a kínai elnök éppen átautózott előttem valahol a Hungária körúton. Tehát amikor annak az egyetemnek volt ott az aláírásgyűjtéses szórakozás, akkor abban már segítettem, és aztán 21 őszén kerestek meg, hogy nem szeretnék-e ott képviselőjelölt lenni a Dunaharasztin, mert ott nem nagyon találtak mást, és akkor azt mondták, hogy én biztos alkalmas lennék, és akkor utána azt elvállaltam, és akkor azt megcsináltam, és tulajdonképpen azóta aktívkodom itt mindenféle dolgokban. Ugye Kispestet a régi motoros szocialistának számító Gajda Péter vezeti már közel 20 éve. Mi a véleményed az ő polgármesteri tevékenységéről? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Először, hogyha az ember így meggoogolozza a Gajda Péternek a nevét, hogy így az elmúlt 5 évben így milyen hírekben szerepelt, akkor hát nem feltétlenül nagyon pozitív kép fog neki kialakulni. Nem túl meglepő módon. Ennek ellenére elvitathatlan, hogy a kerületiek szeretik. Tehát ezt jellemzően lehetett látni, hogy rengetegen vannak, akik támogatják, meg rengetegen vannak ugyanakkor, akik nem. Csak a Gajda Péternek van egy minden érdeme, meg nem érdeme mellett van egy olyan szerencséje, hogy a Fidesznek elképesztően nincsen emberek Kispesten. Ez nagyon régóta így van. Már ugye Fidesz bármilyen választást Kispesten 2002 óta egyszer nyert, 2010-ben, amikor mindent megnyertek mindenhol, akkor az országgyűlésén tudtak nyerni a régi rendszerben, még maga Kispest volt egy választókerület, és akkor ott nyert a Tarnai Richárd, hogy olyan így hívták, talán KDNP-s volt, akkor tudott ő nyerni, majd össze már a polgármesteri választás már azt nem tudta megnyerni, hanem akkor van a Gajda nyert, és azóta mindig nyernek. Tehát Kispesten gyakorlatilag ebből a szempontból a Fidesz nem csak, hogy nem tud nyerni, de olyan igazán jó jelöltjük sincsen. Tehát most a Dúdics Gabriellát indítják, aki már kétszer kikapott a Gajda Pétertől 60-30-ra körülbelül, tehát ezt 14-ben is megcsinálta. 19-ben az volt neki a történelmi lehetősége, mert akkor volt, hogy a választás előtt pár héttel jött ki egy videó, amin egyik kispesti képviselőre, akit most már nem indítanak, arra nagyon hasonlító úriember, ilyen nagyon szép fehér porokat fogyaszt, és nagyon szórakoztató dolgokat mesél közben, és akkor nem 60-30-ra kapott ki, hanem 56-34-re, tehát akkor ennek ilyen hatása volt, most megint őt indítják, mert hát én azt hallottam, hogy nem volt más, tehát hogy felmerült, hogy legyen más, de így nem volt senki, és akkor ő lesz megint. Ugye ő most fővárosi képviselő volt, azt hiszem 22-24-ig előtte Kispesten volt képviselő, és most megint ott lesz, mert a fővárosi listán valami 36. helyen van, szóval most vissza fog jönni Kispestre még egyszer.
Szerinted az eddigi botrányokkal nem sikerült fogást találni a helyi ellenzéken, vagyis hát a Gajdaféle városvezetésen? A helyi Fidesz erőteljesen próbálkozik sok mindennel. Ezt az ügyet 5 éve ütik folyamatosan, de így nem érződik, hogy hatna az a helyzet. Akkor ott van a Hunyadi utcai kerékpár sáv, ugye, amivel próbálják így csapkodni a városvezetés, de azon se látszik egyelőre, hogy az meghatná őket. Majd most meglátjuk nyilván június 9-én, hogyha esetleg mégis, és én tévedek, de az a benyomás az embereknek, meg nekem is, hogy nem igazán hat. Tehát szerintem itt a Gajda Pétert most június 9-én nem fogják megverni, most sem. Várhatóan. Hogyha szerinted nem annyira pozitív az ő mérlege alapvetően, csak nincs helyette jobb, akkor miért nem indít a kutyapárt is polgármesteri jelöltet a kerületben, akár téged, akár mást? Voltak aláírásgyűjtés közben emberek, akik mondták, és panaszkodtak, hogy miért nem indítunk polgármesteri jelöltet, mert hogy nekik elegük van mindenből, és induljunk már mi is. Hát én nem érzem magam most így semmiből alkalmasnak arra, hogy polgármester legyek, én azért nem indulok polgármesternek. Talán 5 év múlva már ez máshogy lesz, bízunk benne. És milyen a személyes viszonyatok egyébként Gajda Péterrel? Találkoztatok, vagy beszéltetek már? Én találkoztam vele szombat reggeli piacon való pultozásnál. Erről a Kossuth téri piacon való pultozásról azt érdemes tudni, hogy az nem egy közbiztonságilag a csúcskategóriás pontok közé tartozó hely Budapesten, de amikor szombat délelőtt kivonul az összes párt aláírás gyűjteni, meg emberekkel beszélgetni, akkor hirtelen megjelennek a közteresek mindig. Ezt én megfigyeltem, mert csináltuk olyat, hogy péntek délelőtt, szombat délelőtt, péntek délelőtt jött mindenki, örjöngés volt, meg üvöltözés, szombat délelőtt kiváló volt a közbiztonság. Mindegy, én ott már találkoztam a Gajda Péterrel, meg amikor elmentem leadni az ajánlás gyűjtő éveket, akkor még be is poénkodott nekem, ugye hétfő reggel, hogy hát ma tegnap le kellett volna adni ilyen félig ironikusan, félig humorosan így mondogatta nekem. Hát találkoztam vele kétszer, ami annyiból állt, hogy köszöntem neki, abból biztos nagyon korrekt viszonyunk van, bizonyára, gondolom. Gajda Péter próbálta már egyébként saját politikai haszonszerzésére fordítani az egyik kutyapártos helyi passzivisták által kivitelezett akciót, amikor egy fa tetején hónapok óta ott lévő fólia darabot mi dementor csapdával próbáltunk meg hatástalanítani, tehát kiraktunk egy ilyen táblát, aminek az volt a felirata, hogy dementor csapda, és egy megfotoshoppolt képpel, varázspálcával rámutatott két passzivistánk, hogy expecto patronum, és csodák csodája, rá pár napra ugye volt egy ilyen önkormányzati akció, oda ment a Gajda Péter, és ő egy ilyen videóban, gyakorlatilag a mi ötletünket ellopva, ő is egy varázspálcával rámutatott, és azt mondta, hogy expecto patronum, és aztán utána jött a városüzemeltetési cég, és elvitték ezt a fólia darabot. Te ezt mennyire éled meg saját személyes sikerként? Annyit azért a korrektség kedvéért megjegyezek, hogy a videóban mutatta, hogy ott a táblánk. Tehát látszott, hogy a kutyapárt logóval a tábla, hogy modaraktuk. Nem említette egy szóval se. Hát nem említette, de lehetett látni. Úgyhogy legyünk jó indulatúak, és adjuk ezt meg neki. Én ennek mindig örülök, ha megcsinálnak valamit. Tehát én nekem ezzel nincsen problémám, amikor azt a rohadt nagy kukászsákot leszették ott a Lehel utcában a fáról. De volt már ilyen a Nagy Sándor József utca, Mészáros Lőrinc utca kereszteződés, ez ugye már kint van a Kertvárosban, ott nagyon sok borzasztó út van, lehet erről még, hogy beszélünk. Ott például volt ilyen, hogy kimentünk, azt összefirkáltuk az egyik ilyen rohadt nagy kátyút, így odaírkáltunk ilyen dolgokat, és akkor utána ezt betömték pár nappal később. Szóval voltak már ilyen idézőjeles sikereink, vagy egy zebránk volt ott a piacnál, ahol volt egy nagyon lekopott zebra, oda mentünk, felfestegettünk ilyen mindenféle zebrákat a környékére, meg az útra, és újra festették a zebrát. Azóta lekopott megint, tehát olyan sok használnak nem volt, de egy ideig volt zebra megint, úgyhogy lehetett örülni valaminek. Ja, a Gajdán és a Fideszen kívül csak a mi hazánknak van jelöltje a kerületben. Tudsz-e te bárkire szavazni, vagy mondjuk akkor mondhatjuk, hogy te senkire nem fogsz a polgármester választáson inkább? Ugye, hát a polgármester választáson csak ez a három jelölt lesz végül, a képviselőknél pedig ott nincs mi hazánk, hanem ott mi vagyunk, tehát így már leosztottak egymás között, ezek ilyen nagyon komoly dílek. Szóval mindenki szavazzon arra, akire akar, én nem tudnék senkit jó szívvel támogatni, meg ajánlani senkinek. És mi a kerület három legnagyobb problémája szerinted, és mi lenne a kutyapárt megoldása ezekre? Hát amit először a legtöbben panaszkodnak, bár ez egy ilyen általános ország probléma, de Kispesten, meg Budapesten belül is különösen, az az utak meg a járdák állapota, amik tényleg borzasztóak. Tehát nem véletlen, hogy most az idei költségvetés az önkormányzatnak az úgy van kitalálva, hogy egészen a júniusi választásig évente, vagy havonta ilyen 50-60-70 millió forintok vannak útfelújításra, június után havonta 10 millió forint van. Ez így évvégéig. Nem tudom, mi történhet júniusban,
Nagyon érdekes kérdés, de valamiért június után már nem költenek annyit majd útfelújításra. Az volt a mondás, hogy azért nem újítottak fel utakat az elmúlt években, mert Covid. Aha. Hát rendben, jó, hát megbeszéltük. Szóval ez igen, ehhez hozzátartoznak a járdák, mert amikor az ember jár Vekerletelepen, ott olyan kiváló járdák vannak helyenként, hogy elképesztő, tehát ilyen hiányos közvilágítással a fáknak a gyökerei így 20 centi magasba így feltöredezik a járdát, hát ott szegény idős asszonyok nagyon gyönyörűeket tudnak esni, nem biztos, hogy ez célra vezető, vagy mondjuk kerekesszékkel és babokocsival nem biztos, hogy én ott áttologatnám magamat, meg másokat azon a környéken, szóval ez tényleg, tehát budapesti szinten és szerintem Kispesten az egyik legrosszabb az úthelyzet, meg a járdahelyzet. Akkor amit még mindenképp meg tudok említeni, azok ugye a elmúlt évek fantasztikus Kispesttel kapcsolatos cikkeiben említett személyek, akik hát nem lenne olyan jó, hogyha őket viszont látnánk a város vezetésében, amit meg kellene valahogy akadályozni, hát kérdés, hogy ezt meg lehet-e. Ugye, aki korábban sokszor szerepelt a hírekben, a Kránic Krisztián nevezetű úr, akit én láttam szombaton, amikor piacon pultoztunk, és ott beszélgetett a helyi MSZP-sekkel. Ő ugye 19-ben távozott a képviselőtestületbe, de utána is kapott még munkákat a város vezetésnél. Ebben most nem vagyok biztos, de ha jól emlékszem, most épp nincsen neki. Tehát most éppen dolgozik az önkormányzatnak, de akár változhat a jövőben. Vagy ott van a testületből most távozó Lakner Csaba. Ezeknek az személyeknek, ezeknek a figuráknak a város irányításba való visszatérését. Tehát nem lenne olyan jó, hogyha ez így újra lezajlana, úgyhogy ezt érdemes lenne megakadályozni. Akkor amiket én meg tudnék említeni, azok az a beépítés a kerületben. Ugye Kispest az egy olyan helyen van Budapesten, hogy minden irányból körbe van véve, tehát nincsen körülötte üres terület már, tehát nagyon kevés a még beépítetlen rész a kerületen belül. Ami volt, oda most felépítették a Magyar Futball Akadémiát az elmúlt években, hogy ott kint a Kolozsvár utcánál, vagy Temesvár utcánál, meg azt szoktam keverni valamelyiknél, akit érdekel, megtalálja. És akkor amik vannak, azok az ilyen lakótelepen, például a panelházak között vannak kihagyott részek. Mert azokat általában úgy építették, hogy építettek kettőt egymás mellé, kihagytak egy részt, vagy megint építettek kettőt. De általában így néz ki a legtöbb helyen. És ezeken a kihagyott részeken szokott lenni általában parkoló, park, van, ahol beépítettek iskolát például, vagy óvodát, vagy ehhez hasonló dolgok. És most például az Rényi utcánál történt egy ilyen, hogy erre a területre, ahol egy ilyen parkoló volt, az megfogták, és oda beépítettek egy új ilyen új építésű társas házat, ami hát a kerület beépítettségét ugye növeli, holott azért itt elég magas beépítettségről beszélünk. Kérdéses, hogy ez mennyire jó, hogy ezeken a területeken, ahol alapvetően zöld területeket lehetne létrehozni, vagy bármi hasonló dolgokat, ehelyett új házakat építenek, ahol új emberek tudnak élni, mivel nincsen probléma, mert egyébként fogy a lakosság, csak lenne elég ház nekik. Tehát ha az ember végigjárja a kerületet, akkor látja, hogy hány üres ház van, hány üres panellakás, akkor nem biztos, hogy ez lenne a legjobb megoldás, hogy új házakat építünk az alterületek helyére. A 19. kerület választás földrajzileg elég érdekesen épül fel, panellakótelepi és kertvárosi részei egyaránt vannak. Ő szerinted milyen kihívásokkal szembesül az, aki mindkét réteget próbálja megszólítani? Tehát mennyire más üzenetekkel kell operálni ezen a két térségben? Hát ez egy érdekes kérdés. Kispestet több felé lehet szedni ebből a szempontból, akár még többre is, mert mondjuk a kertvároson is belül van a Vekerletelepi rész, meg a simán a régi Kispest, ami még mindig kertváros ott kint a Nádasdy utca környékén. Mit kell? Ugye hát nyilván a lakótelepi részek azok olyanok, akiket beköltöztettek oda, amikor épült a lakótelep a Kádár rendszerben, még ott nagy részt idősebbek élnek, nagy részt, túlnyomó részt idősebbek. Tehát én azért itt az aljárásgyűjtés alatt végigjártam nem egy panelt, megkockáztatom, hogy közelebb van a végigjárt paneljainak száma a 100-hoz, mint az 50-hez. Már lépcsőházanként, úgy értem. És tényleg, tehát a lakóknak szerintem 70%-a nyugdíjas, azt mondom, akkor szerintem nem tévedek nagyot. Ennek köszönhetően ezeket a részeken ugye fogy is a lakosság. Egyébként a kertvárosban sem azok a nagyon fiatal emberek a jellemző. A Kispesten elég idős az átlag kispesti lakos, az nem olyan fiatal. Már azért ezt látni kell, tehát ez egy olyan környék, ami leginkább a nyugdíjasok határoznak meg. Ebből a szempontból meg, ugye, hogyha azt nézzük, hogy nyugdíjasokat hogyan kell megszólítani, ha ilyen elképesztően okosak akarunk lenni, akkor az meg hát egyféleképpen kell, attól függetlenül, hogy panelház vagy kertesház. A panelházakban kicsit több, a nyugdíjas, a kertesházas részeken talán egy kicsit kevesebb, de nem akkora az eltérés igazából.
Szóval szerintem nagyjából ugyanúgy. Ebből a szempontból annyira nem nagy eltérés. Nyilván valamennyi eltérés van, mert nyilván vannak olyan kérdések, amik jobban érintenek kertvárosiakat, meg vannak, amik jobban érintenek a lakótelepen élőket, meg hogy például mondjuk a Vekerlén B nincsenek árkok az út mellett, az nyilván a lakótelepen élőket annyira nem érinti, meg ilyenek vannak, de a lakosság összetétele az olyan brutálisan nem tér el. Alapvetően, hogyha abból indulunk ki, hogy a kerületnek a korosszatétele az idősebb, mint Budapest más részein, és a kutyapártnak meg alapvetően ugye a fiatalabb rétegek támogatják inkább. Ez a te helyzetedet mennyiben nehezíti meg mondjuk akár a bejutásod, akár a későbbi képviselői munkád és témáid szempontjából? Én nem mondom, hogy ez lényegében megnehezíteni a nyugdíjasoknak, és vannak ugyanolyan problémáik, mint mindenki másnak. Nem gondolom azt, hogy ez befolyásolná. Bőven nyugdíjasok között is voltak ezer olyanok, akik nagyon örültek nekünk, amikor mi mondtuk, hogy a kutyapártól jövünk. Ez nekem új, mert ezért nem voltam hozzászokva eddig, hogy vannak nyugdíjasok, akik nekem örülnek. Tehát ez nekem ez egy új élmény volt, de nagyon örültem neki, mindenki biztatok erre, nagyon jól teszi. Hát ők is kispesti lakosok, ugyanolyanok, mint a többiek, ugyanúgy nekik is vannak problémáik, nekik is vannak szempontjaik, őket is bizonyos dolgok érdeklik, bizonyos dolgok nem. Képviselőnek az a feladat, hogy őket képviselje. Azt képviseled, akit képviselned kell, és úgy, ahogy őnek egy szüksége van rá. És mi lenne az első előterjesztésed, hogyha bejutsz a testületbe? Az első előterjesztésem az lenne, hogy a városvezetés kezdjen el a MÁV-val beszélgetéseket arról, hogy lehetne további, ezt már nagyon kitaláltam magamnak, további átjárókat telepíteni a 142-es a Lajos-Mizsei vasútvonal mentén, ugyanis van legalább két hely, ezt már megfigyeltem, hogy van két rész, ahol az emberek most is átmászkálnak a sínen folyamatosan. Az egyik a Pozsony utcánál van, a másik pedig, kérem szépen, a Móri Zsigmond utcának a végénél, ahol rendszeres átjárás van. Na most ezeken a helyeken nincsen vasúti átkelő, ugye ez a vasútvonal, ez tulajdonképpen kettével, a kerületet, vagy hát 4/5-be, meg 1/5-be, vagy nem tudom, hogy lehetne mondani, és kemény négy helyen lehet rajta átmenni, a Derkovics Gyula utcánál, az Üllői úton, az Ady Endre úton, meg a Temesvár utcánál, és hát ez nem olyan sok, és azért vannak bőven emberek, akik máshol is átmászkálnak mindenfelé a vasúton. Nyilván ugye itt a vasút a kerületen belül kanyarok össze-vissza. Nyilván a kanyar csúcspontra nem biztos, hogy érdemes átjárót rakni, mert az hát az nem olyan jó ötlet, de bőven vannak olyan részek, ahol most rendszeresen átmászkálnak az emberek. Ezekhez meg lehetne oldani szerintem, ha már val felőle lenne nyitottság, és én az nem gondolom, hogy miért ne lenne, tehát alapvetően, akkor itt lehetne megoldást találni erre, hogy mondjuk legyen egy ilyen kerülettel együttműködésben, mondjuk rakjanak oda egy normális átjárót azért, hogy mondjuk ha a nyugdíjas néni át akar menni, akkor ne kelljen emelgetni a biciklit, meg a bonyatankot, meg át lehessen menni kerekesszékkel mondjuk, meg babakocsival, meg ehhez hasonlók. Például egy ilyet szerintem el lehetne indítani, ez úgyis időt venne igénybe, ahogy ismerjük ugye a MÁV-ot, de szerintem ennek lenne értelme abszolút. Például. És milyen utcai vagy egyéb akciókkal készültök még a kampányból hátralévő időszakban? Mindenek előtt szeretnénk most megcsinálni a plakátozást, mert ez még kicsit várat magára, de pár napon belül megcsináljuk. Mire ez az adás kimegy, lehet, hogy már kész lesz. Van tervben egy-két festésünk még, amin gondolkodunk. Vannak még zenélő úttábláink, aminek szerencsére vannak ötleteink, hogy hova lehetne menni. Távolban kacsint a Tobó-Katica utca például, meg még egy-kettő felső kispesti hely, amit az elmúlt hetekben átjártunk, vannak még ötleteink. Van egy tervezett határúti figyelemfelhívó akciónk, a ki nem jelölt nyilvános mosdóra, amit ott az emberek kialakítottak maguknak a bódék mögött, amivel valamit kellene kezdeni. Ez a soró dolgokkal készülünk még mindenképp. Köszi szépen, akkor sok sikert a hátralévő hetekre, illetve utána majd remélhetőleg a képviselőséghez is. Köszi szépen, hello!